Hello, sziasztok, Sirius vagyok, ez pedig nem más, mint a Minecraft Let's Play sorozatunk, aminek valamilyen oknál fogva ez lett a neve végül. Tök durva, tökre nem ezt akartam, mert hogy valami normális nevet akartam. Let's Play sorozatunk következő epizódja, amiben megint abuzálni fogjuk szegény falusiakat egyébként. Van megint egy projekt, amivel szeretnék foglalkozni, és illetve foglalkozom már egy ideje, foglalkoztam már az előző streamben, nyilván megint szakad az eső, amint eljön az este. Azonnal meg fogom oldani ezt az egész szakadó eső kérdést. Nem értem, miért esik állandóan nálunk az eső. Annyira nem értem, hogy miért esik állandóan nálunk az eső. Annyira jó lett volna egy sivatagba költözni, mert alapvetően nem vagyok jóba a homokkal. De hogy amivel nagyon-nagyon nem vagyok jóba, az az eső. És nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy egy sivatagban lehet jó dolgokat csinálni, viszont máshol nem lehet elállítani az esőt. Hát kell költözni a sivatagba. Minden cuccal együtt. Fogni... Hol haldoklik egy creeper? Ott. Ott haldokolt egy creeper. Miért haldokolt ott egy creeper? Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy egy mezőgazdasági létesítményt akarok nyilvánvalóan létrehozni. Erről már beszéltem. Egy kicsit arra viszont a mikrofont, így, ezzel nem újon. Szóval erről már beszéltem, és ezen is dolgoztam az előző epizódban. Nem az előző epizódban, a streamben dolgoztam ezen. Itt vannak fura dolgok, amiket egy kicsit nagyon nehéz lenne megmagyarázni, mint például ez a földcsík. Csináljuk úgy, mintha minden rendben lenne. Azonban ezek a falusiak nem éhesek, illetve ezek az elhelyezés is rossz, illetve ez az egész csak egy kísérleti projekt. Ezt itt meg fogjuk semmisíteni. Valószínűleg ezen a területen, amit kialakítottam, ezen az egész területen, amit itt kialakítottam, valószínűleg egy látványfarm fog létrejönni, azaz búzát ültetek és manuálisan fogjuk leszedni. Ez azért van, mert szerintem ebbe a toronyba fogom beépíteni majd az automata farmot. Valószínűleg ebbe a toronyba fogom beépíteni az automata farmot, ez még egyelőre nem dölt el. Egyébként valami furcsa oknál fogva ennek a számítógépnek, az Axmart gépének van egy furcsa mániája azzal kapcsolatban, hogy mindig tehát, hogy a karakteremet egy olyan állapotba tölti be, amelyik nem a legfrissebb állapot, úgyhogy megint nincs meg egy gyémánt páncélom, hála az égnek most már máshol sincs meg, úgyhogy remélem, ez majd este fog kiderülni, amikor átmegyek arra a gépre, ahonnan azt streamelem. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg teljesen elvesztettem a gyémánt páncélomat. Az nagyon-nagyon vicces lenne. Nem, egyáltalán nem. Javítsuk meg a fa farmot, mert az jelenleg ugye nem működik, ezt lemostam sajnos. Ezt lemostam egyébként vízzel. A stream alatt valamikor valamit csináltam éppen, és le kellett mosnom. Mindegy. Nem kellett lemosnom, csak lemostam véletlenül. Igazából egyáltalán nem kellett volna lemosnom. Amit viszont ma szeretnék csinálni, az egy falusi keltető. Egy olyan hely, ahol ugye tudnak nem is az, hogy tudnak szaporodni, hanem ugyanazokat a húsokat eszem újra és újra, mert hogy oh, hello. Na, én ehhez nem vagyok viszont eléggé felfegyverkezve. Tehát, hogy ez egy szerezünk valami fegyvert. Ez az így, ez több, mint a semmi. Meg ez a 11 darab nyilvessző, ezzel fogjuk megölni ezt a csontvázat. Ops. Oké, lehet, hogy nem fogjuk megölni a csontvázat. Ajaj. Nagyon megijedtem, hogy lent. Oké, igazán elegáns kezdés. Szóval egy helyet szeretnék, ahol a felnőtt falusiak úgy tudnak kicsi falusiakat csinálni. Agyon verlek. Ezzel a bottal verlek agyon. Szóval a felnőtt falusiak úgy tudnak pici falusiakat csinálni, hogy azokhoz ne kerüljön semmi. Tehát, hogy ne legyen az inventoriukban kaja, ne legyen az inventoriukban semmi igazából. És valahol kényelmesen fel tudjanak nőni, és ettől az úgymond szülő falusi csoporttól elválasztva tudjuk őket kezelni. Nagyjából ez a koncepció, ez a terv mára. Van erre egy nagyon-nagyon jó design, aminek a videóját, azt a videót, amit én találtam, lehet, hogy nem ez az első, lehet, hogy nem ez az eredeti, azt a videót, amit én találtam és amit én néztem, azt belinkeltem a leírásba, egyébként nézzetek meg, mert nagyon ügyes dolgokat épít a srác. És nagyon-nagyon kevesen vannak rá feliratkozva, úgyhogy mindenféleképpen érdemes. Viszont ez azzal jár, hogy egy kicsit átalakítjuk
nekik az életüket. Átrendezzük őket, egy más rendszerű kabinba helyezzük át őket, egyébként szerintem ugyanott lesz. Bár remélhetőleg a tutorial videó alapján pont ugyanott nem lehetne, tehát hogy nem lehetne ugyanabban a magasságban, mint ahol maga a falunak a szintje van. Ugye a falunk az a továbbiakban is ez az építmény itt. Tehát ez fogja a továbbiakban is képezni a falunkat. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nem feltétlenül jó, mert hogy 11-nél nem szület több emberünk. Az a kérdés. Ebben az esetben viszont növelni fogom az ajtók számát. Hogyan tudjuk növelni az ajtók számát? Szerintem még rá tudok rakni kívülre még egy réteget. Lehet, hogy növelni fogjuk az ajtók számát. És a falusiak egy másik rendszerű helyiségbe fognak átkerülni. Ugyanott lesz az átkerülésük, az nem tudom pontosan, hogy fog menni. Valószínűleg nem lesz nagyon-nagyon... Jaj, meg akartam csinálni. Valószínűleg nem lesz nagyon-nagyon dinamikus. Ebben szinte biztos vagyok, hogy nem lesz nagyon-nagyon... Hallakám. Mindegy. Nem lesz nagyon dinamikus, de megpróbáljuk a lehető legjobban összehozni. Ezt meg tudom ígérni. Hogy egyébként valószínűleg vízzel fogom őket arrébb tologatni, és utána pedig vízzel fogom őket... Vízzel fogom őket felemelni. Egyébként egy másik eléggé fontos projekt lenne megépíteni a többi lábát is ennek a cuccnak. Ja, igen, ez egy stream. Az egyszerűen nagyon erősen gondolkozom azon, hogy mindig streamben fogom ezeket a videókat felvenni. A nagyon egyszerű okoknál fogva, ugyanis nincs időm átrenderelni, és megvárni, hogy utána a YouTube felismerje a videót, átkonvertálja, mit tudom én. Szerintem kerülne ki stream előtt, viszont hogyha felstreamelem, akkor sokkal hamarabb kikerül, igen, 360-ban, de értitek, kikerül valahogy. Rendezzük be őket abba a sarokba. Igen, rendezzük be őket abba a sarokba. Hello! Oké, ez eddig jó. Teljesen felesleges a küzdelem. Kicsit segítek. Szerintem ők nem fognak úgy annyira összerendeződni, mint amennyire szeretném, hogy összerendeződjenek. Ami valószínűleg azt jelenti, hogy azt fogom csinálni, hogy most itt átugrálok valahogy. Nem? Sehogy? Semmi? Nem? Biztos nem? Abszolút biztos, hogy én most beszorultam? Jó, eddig jó. Oké, és ott pedig megemeljük őket. Függőlegesen berendezzük őket szerintem egy csőbe. És akkor el tudjuk végezni az átalakításokat. Aha, ja, valószínűleg ez lesz. Megemeljük őket, berendezzük őket egy csőbe, ami itt fog elhelyezkedni. Abban a csőben meg tudják várni, ameddig befejezem az átalakításokat, és miután befejeztem az átalakításokat, egyszerűen vissza tudom őket rakni. Igen, nagyjából ennyi. Várjatok? Nem? Milyen magasra kerüljön ez a dolog? Legyen mondjuk ilyen magas. És azért használok hozzá ilyet, azért használok hozzá üveget, mert tudjátok, hogy szeretem látni, hogy mi történik. Tehát nekem ez tényleg nagyon fontos. Jó, és akkor én csak be kell táblázni, ami nyilván nem egyszerű, mert hogy pont épp ott üdül az összes falusi. Aha, ez para. Mindegy. Illetve nem is hoztam táblákat, nyilvánvalóan nem hoztam táblákat, úgyhogy lemegyünk táblákért, és... A 360 alatt nem azt értjük, hogy 360-as felbont körbeforgathatóban lesz elérhető, hanem azt értjük, hogy 360p-ben, mert hogy YouTube nem dolgozza fel gyorsabban. De amúgy maga a feltételezés teljesen rendben volt. Oké, 6, és kell vinnünk vizet. És akkor a vízzel fel tudjuk emelni őket a csőbe, utána átalakítunk mindent, teljesen rendben lesz. Itt van valahol egy vízforrás, nem? Nincs. Miért nincs itt vízforrás? Nem mindegy. Ó, ott van egy. Mindegy. Oké, ennyi vizet tudunk magunkkal vinni. És ezt ugyanúgy megépítjük ugyanazzal Istenem! Miért kellett ezt nekem itt hagynom? Mondjatok egy indokot, ami miatt jó volt, hogy ezt itt hagytam. Mindegy, majd valamikor kiszedjük.
Egy nagyon speciális, nagyon speciális alakú szerkezetet építünk most, aminek igazából az a lényege, hogy a falusiak békésen elvegetáljanak benne gyakorlatilag egészen addig, hogy tehát kényelmesen el tudjanak benne éldegélni egészen addig, ameddig most már lerakom a vizet, nem tudom lerakni a vizet. Menjetek már el innen. Oké, ez most így nem jó, mert meg fognak fulladni. Oké, viszont lett helyünk, hogy lerakjam a vizet a jó helyre. Yes! Igen, most átrakom őket egy ideiglenes a másik oldalra, mert szemmel láthatóan nincs sok helyük. Hát ez remek. Köszönöm az együttműködést. Ott halljatok meg mindannyian. Ilyen, ne halljatok meg, mert kifejezetten hasznosak vagytok. Tehát hagyunk ki két helyet a falusiak között. Ide nem rakunk vizet. Ide nem rakunk vizet. Ide rakunk vizet. Hagyjátok békén az ajtókat. És... oda nem rakunk vizet. Mondjuk. Nem, igen. Jó, és akkor oda fölé még egy vízblokkot majd rakunk. Jó. Ez egy király. Lesz egy hely, ahol állnak majd a szülőfalusiaink, és lesz utána egy hely, ahova áteshetnek a kisfalusiak. Ez ugye azért fontos, mert ez ide pont nem kell. Ez azért fontos igazából, mert szeretnénk úgy megszerezni a kisfalusiakat, hogy az inventory üres legyen, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hamar el kell őket szeparálni gyakorlatilag a felnőtt falusiaktól, különben ők is felvennék azt a kaját, amit a felnőtt falusiak egymásnak dobálnak igazából. Az üres vödröt is átrakhattam volna. Így. Felvennék azt a kaját, és hogyha azt a kaját felveszik, akkor onnantól kezdve megint nem lesznek hasznosak számunkra a búzaföldön, ahol szeretnénk őket, hogy alkalmazni későbbiekben. Ugye egy termőföldet szeretnék, ez nem csak búza, hanem általánosan termőföld. Egy termőföldet szeretnék csinálni, aminek ugye az lenne a lényege, hogy szépen ők ellátják a feladataikat, és csak és kizárólag ők rendeznek el mindent gyakorlatilag, és nekem csak fel kell vennem a végén a lootot. Ez az én álmom, úgymond ezzel a rendszerrel, és ez egyébként teljes mértékben meg is valósítható, tehát erre van több létező design, amik igazából tök jól működnek. Mondjam el, mi a vélemény az 1.9-ről, ezt nem akarjátok hallani. Lehetett volna sokkal százszor jobb az 1.9 egyébként. Ez nem volt jó ötlet. Szóval azért nem volt jó ötlet, mert... itt most nem jó a vizezés. Beér egy blokkot az aljára. De jó a vizezés. Jó a vizezés. Elméletileg jó lehet a vizezés. Szóval az 1.9 nem tetszik nagyon. Szerintem nem lett nagyon-nagyon erős. Van még táblám. Ezzel tudja, hogy lemosok valamit ezzel a vízárammal. Annyira biztos vagyok benne, hogy lemosok valamit. Nem tűnik úgy, mintha valami fontos károsodna. Ne, szerintem nem károsodott semmi fontos. Jó, rendben leszünk. Oké, nagyon szépen felálltak már sorba. Ez nagyon király, hozhattam volna egy lapátot. Mindig kéne, hogy legyen nálam egy lapát. Így. Hello. Nagyon érdeklődve néztek, ez igazán szép dolog tőletek, úgy. Így, és akkor most bezárjuk őket, és ha minden igaz, el is indulnak fölfelé. Bezártam fönt a rendszert. Annyira szeretném, ha most nem szélednének szét azért, mert nem zártam vissza magam után a helyet. Szerintem visszazártam magam után a helyet. Jó! Tegyünk rá még egy réteget, csak hogy nem tudom, biztosak lássunk abban, hogy ezzel nem lesz baj. Na, akkor ne tegyünk rá még egyet. Jó lesz így is. Oké, szóval őket kilakoltattuk. Az első lépés viszonylag dinamikusan megvolt. Egyetlen nem volt. Hát te mit?
mit vétette, hogy nem úszta alapba az irányba éppen. Jó, ez viszonylag dinamikusan megvolt. Ami azt jelenti, hogy most lebonthatjuk innen ezt a teljes hóbelevancot, és ugyanúgy üvegből megépíthetjük az új hóbelevancot, amiben majd beköltöztetjük a helyi erőket. Egyébként igen, jelenleg működik a vasfarm. Tehát, hogy jelenleg éppen működik a vasfarm, pont a videó előtt spawnolt egy Iron Golem. Úgyhogy jelenleg teljesen király működik a vasfarm. Abban nem vagyok biztos, hogy jót tesz neki az, hogy most ezeket a falusiakat oda átpakoltam, de ez egy apróbb technikai részlet. Egyetlen nem olyan fontos. Visszapakoljuk őket majdnem sokára. Nem tudok semmiről, ami akadályozná azt, hogy a falusiak ilyen módú átrendezése mellett működjön a továbbiakban is a farm. Nem tudok semmi ilyesmiről. Azonban sajnos elképzelhető, hogy bezavar. Szerintem nem. Szerintem nem fog bezavarni. De mindegy. Ez egy teljesen másik kérdés. Minden hiányzik egy aranykard? Hol van vajon az aranykardom? Na mindegy. Rakok bele majd egy másikat. Nézzétek, gyerekeket csinálnak, de aranyosak. Jó. Nem tudom, hogy most honnan jutott eszükbe, hogy pont most szeretnének abban a kupacban gyereket csinálni. Ide kéne elhelyezni ezt az új rendszert. Az a kérdés, hogy hogy álljon. Az lenne jó, ha ezen az oldalon állnak a falusiak. Két oldala van ugye a szerkezetnek. Az egyik oldalában vannak a falusiak, a másik oldalában vannak a gyerekek. Ezen az oldalon állnak a falusiak, mert ebből az irányból akkor tudnánk kezelni a redstone-t, azt a minimálisat, ami kell. És ebbe az irányba mennének a gyerekek, mert azok már nem, bizony nincs semmi redstone, egy gomb van benne, meg egy piszton. A másik irányba pedig állnának a gyerekek, mert ők, hát ő nekik akkor csak egy csövet kéne építeni, ami felemeli őket a fölötte lévő emeletre gyakorlatilag. Építsük meg így. Van nem rengeteg üveg. Van jelenleg éppen silk touch-os csákányom? Szerintem nincs. Efficiency. Nincs jelenleg silk touch-os csákányom. Mindegy, nem is akartam igazából. Az inventory, itt az aranykard, de durva, tényleg itt van az aranykard. Jó, tegyük vissza. Az előző streamben egyébként építettem egy elég komoly redstone rendszert. Az a lényeg, hogyha onnan azt a gyémántot Axmart, ez ugye az Axmart gyémántja, amit kirakott ide a trón fölé, hogyha onnan azt a gyémántot Axmart kiüti, akkor itt kinyílik két titkos ajtó, az a blokk meg az a blokk. Igen, ott látszik is a láva, és láva folyik le, illetve abban az esetben is láva folyik le, hogyha nem kiüti és úgy rakja vissza, hanem ha megpróbálja körbefordítani a gyémántot megint, akkor is ráfolyik a láva. Ez Axmartnak egy csapda, de sajnos tud róla, úgyhogy valószínűleg nem fog belásni. Ami szomorú. Alapvetően, igazából stream közben elárultak, és stream közben beárultak, és ennek köszönhető ez az egész. Az helyzet, hogy most jöttem rá, hogy túlbonyolítottam azt a redstone rendszert. Na mindegy, vicces volt. 2 óra alatt építettem meg, és aztán beköptek. Úgyhogy így sajnos nem. Hát nem volt annyira jó. Tehát nem az, hogy nem volt annyira jó, hanem sajnos ugye beköptek, és emiatt ugye Axmart tud róla. Viszont nézzétek a jó oldalát, így legalább fixáltam abban az állásban azt a gyémántot. Tehát ez valószínűleg úgy marad. Most egy jó ideig. Illetve nem csak láva folyik le egyébként, hanem egy slowness potion is ugye oda csapódik. Csak azért, hogy jó legyen. Ez az üveg, ez nem jó. Ezt a rendszert nem tudom, hogy kötjük be. Ezt bekötjük majd valahogy. Nem tudom, hogy ezt hogyan... Egy kicsit megijedtem. Szóval nem tudom, hogy ezt hogyan kéne bekötnünk. Tehát, hogy pontosan hova érkezzenek azok a falusiak, akiket meggyógyítunk. Szerintem a gyerekek rendszerébe kéne őket bekötni, mert nekik is üres az inventoriuk. És nekünk ugye az üres inventoriú is nem üres inventoriú falusiakat kell gyakorlatilag külön tudni. Azt, hogy kiárult be Axmartnak, azt nem tudjuk. Elmetek három ember is írt neki. Remélem, hogy ők nem. Nyilván nem akarok semmi, nem kívánnék neki semmi rosszat most azért, mert elmondták Axmartnak, mire készülök, de ez nem volt szép dolog. Nem volt egyáltalán szép dolog. Nem lesz itt könnyű nagyon építkezni. Az a helyzet, itt nem lesz nagyon-nagyon könnyű az építkezés. Azon gondolkozom, hogy kéne építeni egy
földsáncot talán, és aztán arra felhúzni az egész rendszert. Ez az, ami talán működik. Itt bízunk abban, hogy a falusiak megállnak ezen a föld. Kéne egy földsánc. Kéne egy földsánc. Ez a második köröm, hogy így esek le. Kell valami. Kell itt valami, ami megmenti az életemet. Tehát, hogy ez így nem jó. Ez így egyáltalán nem jó. Kreatívban annyival egyszerűbb ilyeneket építeni. Kreatívban annyival egyszerűbb mindent építeni. Jó. Ez izgalmas lenne tudni, hogy hol a közepe. 1, 2, 3, 4, 5. Itt 5 ajtó. Itt is 5 ajtónak kell lennie, de nincs egy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez mi a kő itt? Ja, hogy ott sincs egy. És akkor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor ez a közepe itt. Ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, és ez itt a közepe. Erre kezdhetjük el építeni a dolgokat gyakorlatilag. Jó. Ezt a platformot egy kicsit kiszélesítem, ezen fogok majd dolgozni. Mert erről nem esek le. Vagy legalábbis a tervek szerint nem esek le. Jó, most már nincs utam, hogy hogyan megyek le majd. Ez bizonyára egy nagyon jó döntés volt. Tételezzük fel, hogy ebben a rekeszben gyűlnek a pici falusiak. A végén egyértelműen az a baj, hogy most nem a logikus sorrendben tudom megépíteni a szerkezetet, mert nem abból az irányból kell gyakorlatilag ugye elkezdenem az egész dolgot. Úgyhogy emiatt ez most nem lesz annyira jó tutoriál videónak, de hogy igazából nem is annak szánom. Úgyhogy... Oké. Itt fognak állni a felnőtt falusiak. Remélem lesz elég helyünk be. Miért csinálnak most folyamatosan gyerekeket? Mindegy. Itt fognak állni a felnőtt falusiak. És akkor most gyakorlatilag ennek a helyét kell biztosítanunk. Kell ide egy diszpenzer. Ajaj. Egy pillanat. Nem pillanat, jó. Nem magától nyílt ki az ajtó, hanem valaki be akart jönni rajta. Oké, tehát kell ide egy diszpenzer. Ebbe a diszpenzerbe vizet fogunk tárolni, ebben mindet leraktam. Istenem, miért raktam le mindet? Mindegy. Ez azért kell, hogy ugráljanak a falusiak. Tehát, hogy igazából mozgásban legyenek a kis tündéreink. Itt tényleg egy csomó víz kell ehhez a rendszerhez. Miért raktam le a vizet? De most komolyan. 1, 2, 3. Cool. Ez így magasabb. Ez magasabb. Úgy, né. Ez azt hiszem nagyjából el fogja látni a feladatot. És mindjárt be fogok szorulni egyébként. Na, szóval, az az ötlet maga egyébként, hogy itt fognak ugrálni a kis falusiaink. Ők azok, akik a szülők. Ők a szülők. Abban az esetben, ide a fejükre egyébként tolunk majd egy üvegblokkot. Ez egy kicsit furán hangzik, de nem sebesülnek tőle. Úgyhogy alapvetően igazából minden rendben van. Itt egy járatot kialakítunk felfelé. Azt hiszem ebben a magasságban jó lesz. Mert igen, szerintem ez így jó lesz. Oké. Tehát itt fognak ugrálni a falusiak. Rájuk lesz tolva egy üvegblokk ebbe a magasságba. Most földel, hogy ne pazarok még több üveget. Igen. És hogyha születik egy kis falusi, akkor ő abba az alsó blokkba fog bekerülni, ahol ugye víz lesz. Ő onnan ki fog pusolódni valamelyik oldalra ezekbe a vízáramlatokba, ahonnan pedig be fog folyni oda, arra a területre, aminek jelenleg nincsen alja. Hála az égnek, de ha majd leszedjük a földet, akkor lesz. És ott csendesen elkezd várni. Megvárja, hogy elteljen a 20 perc. Ugye 20 perc kell ahhoz, hogy felnőjön. Ha felnő, akkor megint bele fog lógni ebbe a vízáramlatba. Igen, itt fölötte. Ami azt jelenti, hogy bele fog lógni... hogy megemelkedik, és bele fog lógni a fölötte lévő vízáramlatba is. De várjatok, az hol kéne lezárni? És hol kéne nem? Hű, lehet, hogy valami nem jön ki.
Vagyatok, hogy lesz ez a vízáramlat? Itt ebben a blokkban lesz víz. Ebben a blokkban nem lesz víz. Ebben a blokkban lesz víz. Egy felnőtt, ha ebben a blokkban ugrál, akkor bele fog lógni abba a blokkba. Jó, rendben lesz. Oké? Okay? És innen szállítjuk ki gyakorlatilag az üres inventoriújú... Szép kell mondani? Mindegy. Felnőtt falusiakat. Nagyjából ennyi. Egyébként lehetne ez egy blokkal arrébb, de szerintem az nem kell fel. Tehát ez nem kell feltétlenül, ez ebben a formában is működik. Amúgy. Mi nem? Mi nincs középen? Nem középen van? Egy. Egy, kettő. Anne már! Aj, rengeteg üvegünkbe fog kerülni nekünk ez a tévedés. Ha lenne szilktácsos csákányom, de ugye jelenleg épp nincsen szilktácsos csákányom. Egyébként mi is történt a szilktácsos csákánnyal? Az hogy sikerült elvesztenem? Tudjátok, ha nem érdekelne a szimetria, most ezt az egészet nem kéne csinálni. Tehát ha nem érdekelne a szimetria, akkor ezt az egészet nem kéne csinálni. De érdekel a szimetria. Hogy, ez hogy sikerült egyáltalán? Tehát, hogy, ja, hogy, aha, értem. Szóval nem fejeztem be a föld területet, de úgy csináltam, mintha befejeztem volna a föld területet. Igazán szép teljesítmény a részemről egyébként. Oké. Okay. Jó. Ez azt jelenti, hogy maga a logikája az egésznek ugyanaz, mint eddig volt. Abszolút ugyanaz egyébként. Csak az egészet itt kell megépíteni. Így van. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Igen. Végtelen nyersen pazarlás ez egyébként. Jó. Na, és innentől kezdve pedig ugyanaz. Ó, nem kell mindent szétszednünk. Nem kell mindent, abszolút mindent szétszednünk, csak majdnem mindent kell szétszednünk egyébként. Ez nem kell. Ez kell. Itt lesz a vízáram. Így gyűlnek a falusiak. Itt kell egy külső terelő, kell még egy külső terelő. Köszönöm egyébként, hogy szóltatok. Mindenféleképpen kifejezetten. Hasznos. Ide kell egy blokk. Így. Jó, ide kell egy blokk. Ide kell egy blokk. Ide kell egy tábla. Okés. Elméletileg rendben vagyunk. Ide kell egy. Nyilván a csövet a továbbiakban majd tudjuk építeni. Ezt itt is be kell fejeznünk. Itt is be kell fejezni. Kell egy blokk. Ide nem. Ide nem blokk kell. Ide egy tábla kell, mert ez akadályozna meg majd a vizet, hogy össze-vissza folyjon. Egyébként ezeknek a tábláknak a szükségességéről nem vagyok 100%-ig meggyőződve. És ide kell egy blokk, és ide kell egy blokk, hogy a helyén tartsa a falusiakat. És ebbe a kis helységbe fognak majd bekerülni a mi tündérfalusiaink gyakorlatilag. Jó. És... Tök jó, mert ide kéne a diszpenzer. Így, né? És a diszpenzerre pedig még egy blokk. Így. Jó, és akkor ide pateroljuk be a falusiainkat. Annak rendje és módja szerint. Király. Nem, erre hoztam égetett követ. Majdnem sikerült egyébként elsőre jó helyre építeni. Majdnem sikerült. Így, né? Jó. Elméletileg ez most rendben van, be kell raknunk a vizet. Persze, nyilván beestem. Be kell raknunk a vizet. Jó, még... Hála az égnek. Szerintem a chestben lévő egyik dia sem szilktács. Efficiency mind a kettő. Van másik chestem, amiben van dia csákány? Ó, van. Ez a rohadt drága csákány. Az nem, nem, nem. Nincsen sajnos szilktácsos csákányom. Szomorú. Így, né. Három víz. Három víz elég. Egyelőre.
De viszünk magunkkal többet, mert rendeznünk kell a falusiakat, úgyhogy... Oké, okay. Tehát akkor ez most így fog elmetek kinézni ez a, ez a rendszer. Pisztonok, pisztonok vannak nálunk, király. Van benne egyébként egy-két nagyon-nagyon ötletes trükk, ami nagyon-nagyon-nagyon király amúgy. De tényleg, tehát vannak, vannak benne nagyon-nagyon ötletes trükkök. Ezt tök nem kéne kiütnöm és visszaraknom újra, és oké, okay, egy ide. Egy víz ide. Egy víz ide, ez fogja a kis, kis falusiakat a helyére rakni, szép magas, úgyhogy át is fognak tudni belőle jutni gyakorlatilag oda, ami azt jelenti, hogy el fognak tudni kezdeni emelkedni, ami azt jelenti, hogy fel tudjuk őket vinni oda, hova szeretnénk, igazából bárhova. Nagyjából igen, nagyjából ennyi. Itt most jelenleg az a rendszer, amit szeretnénk építeni, a maradék az majd a föld eltávolítása lesz, illetve a falusiak bejuttatása. Juttassuk most be a falusiakat. Ez valószínűleg teljesen feleslegesen raktam vissza. Jó, juttassuk be a falusiakat. Igen, azt néztem, hogy itt, itt van-e az ideje, hogy bejuttassuk a falusiakat, de itt van. Jó. Ez földből is megépíthetjük igazából ezt a rendszert. Na, ezt a... De ez nem is rendszer, ez a rendszernek egy kísérő eleme. A külön jó is a földből építjük, mert... Hát mert akkor későbbiekben könnyebb lesz leszedni. Úgy, nyilván, nyilván sikerült egy olyan magasságba raknom a dolgot, hogy... hogy végig falat kelljen építenem. Megyek földel. Végén pedig lekapjuk egybe az, az egész... Ó, egy hílelőd nem kérem, mert tökre meg fogok halni egy ilyen random leugrásnál. Ennyi földünk van már csak? Hülye szívás. Hova tűnt el a föld? Hát a múltkor csináltam egy csomó földet. Arra most tekintsünk el, hogy értitek, hogy épp itt van lerakva egy halom föld. De hogy ez se annyi, hogy mondjuk így 5-6 stack, amennyi most így jelenleg hiányzik. Vagy hát nem tudom, nem feltétlen hiányzik, de hogy nincs meg. Na mindegy. Rakjunk körbe egy falat. Ne tudjanak leugrálni a falusiaink. Itt igazából ennyi így elég. Jó. És még azt kell megcsinálni, arra is rakunk egyet. Jó. És még ezt kell megcsinálni, igen. És ennyitek kitörni ezt a kettő üveget. Ez baj, befolyik a víz. Ez baj, ez baj. Ez baj. Menj innen. Oké, a nagy rész... Hogy a rákba kerülök ki innen? Jaj, ne már! Nem szeretném. Jó, tudjátok mit? De szeretném. Gyertek. Egyre rosszabb egyébként a helyzet. Oké, egy üveg. Mondom, nem. Nem. Menj vissza. Menj vissza. Akkor gyere ki. Hello? Beesett a vízbe. Nem, valószínűleg meghalt. Jó, ez... hát ez most szomorú. Ez most kifejezetten szomorú. Oké. Okay. Ez a víz honnan származik? Hoppá, van benne egy falusi. Jó, ők is. Helyeződjenek át. Te ott viszonylag jó helyen vagy. A titeket majd felviszünk. Valahogy. Úgy, tök jó. Nem, egyetlen nem tök jó. Ja, Istenem. Oké, megnézzük fönn mi a helyzet. Azt fogjuk csinálni egyébként, hogy azokat a falusiakat egyszerűen visszakötjük és visszarotáljuk a rendszerbe. Tehát ez valószínűleg így fog megoldódni. Egy falusi még ott is van,
Egy farusi meg itt van. Jó, mindenki. Mindenki nagyon-nagyon rossz helyen van. Ti hogy kerültetek ide egyáltalán? Jó, te még mehetsz a jó helyre. Hát igazából vannak ott ketten, szóval hogy el fognak tudni ketten kezdeni gyerekeket csinálni, csak... Hát értitek, elvesztettünk egy csomó falusit. Jó, te még lehetsz nagyon jó helyen. Annyira szép és annyira szépnek indult ez az egész. És aztán így halál lett belőle és pusztulás. Oké, hárman vannak, így már egy kicsit jogilag nehezebb lesz az egész, de teljesen rendben vagyunk. És akkor, ha minden igaz, akkor még téged kéne valahogy oda betuszkolni. Vagy tudod mit? Betuszkolak ide. Az is tök jó. Te miért mesél le? Jó. És hogyha itt meg lenne az üvegcsatornánk, ami még nincs, de mindjárt meg lesz. Így, most már van a csatornánk. Oké, elkezdtük uralni a helyzetet ismét. Körülbelül. Na nem nagyon, elfogytak a tábláink, pedig kéne még tábla. Remélek tábláért. És azt fogjuk csinálni, hogy... Azt fogom csinálni, hogy... Őket felemelem víz segítségével, és utána átfolyatom egyszeren ide. És odarakok egy táblát, hogy ott ne tudjon befolyni a víz, és ennyi. That's the plan. That's the plan, ezt egy pillanat alatt megcsinálom. És akkor onnantól kezdve elméletileg már majdnem kész a rendszer. Nem mondanám, hogy kész van, azt mondanám, hogy majdnem kész van. Vagy legalábbis azt mondanám, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy majdnem kész legyen. Igen, inkább ezt mondanám. Talán ez a legpontosabb a dolog leírására. Csinálunk egy halom táblát. A tábla, ez talán azért sok volt, nem baj. A üveg van nálam, víz van nálam, nem is kevés. Elméletileg az az oldala rendesen meg van csinálva az üvegnek. Ha minden jól megy. És még berakhatunk, nem tudom, egy négy falusit még odarakhatunk. Ott van három, az 7 darab falusi. Az igazából nem rossz. Nem azt mondom, hogy a világ leggyorsabb rendszere, értitek. De hogy alapvetően nem rossz. Egy víz. Egy tábla, amit hamarabb kellett volna leraknom, mint a vizet. Miért van nálam láva? Miért kell láva? Nem is kell az egész szerkezet. Nem is kell az egész... Megint be fogok esni. Jó, és... egy tábla mondjuk ide. És egy... Miért hoztam lávát? Na mindegy. És egy víz mondjuk ide. Jó, mindenki a helyén van. Elvileg mindenki a helyén van. Azt hiszem mindenki a helyén van. Ezt lehet, hogy most nem takarítom el 100%-osan, amúgy. Nálam van a half slab. Nálam van a half slab. Jó. Nagyon jó ötlet, nagyon-nagyon jó ötlet lávás vödörrel pakolni bármit, jobb klikkelgetni. Jó, akkor most jön az, hogy kitalálom, hogy pontosan mi hol van. Az a fölöttük lévő blokk, ami azt jelenti, hogy ide kell egy blokk. Meg ide kell egy blokk, meg kell egy blokk ide is, meg ide. És így. Oké, ez elméletileg elég is. Oké, itt arról van szó, hogy trükközünk egy kicsit az itemekkel. Hát igazából annyira nem is kicsit trükközünk az itemekkel. Kifejezetten sokat trükközünk egyébként az itemekkel. Az itt a trükk lényege, hogy mindjárt megemeljük a falusiakat vízzel.
erre a blokkba kerül, ebbe a blokkba kerül a fejük, és akkor ezt a blokkot, ami itt van, amire most nézek, azt betoljuk rájuk, és hogyha ők elkezdenek egymásnak itemeket dobálni, akkor az gyakorlatilag a blokkban van, ami azt jelenti, hogy csak felfele dobódhat. Ez ugyanaz az item bug, mint amivel a lift működik. Csak ez működik egyébként rendesen. Csak felfele kezdhet el dobódni ugye az item, ami azt jelenti, hogy nem eshet le a pici falusiakhoz, akik ugye ott lesznek lent, ott alul. Nekem is a tervek szerint. Ha ezt innen kiütöm, ti ki tudtok jönni, ugye? Akkor nem ütöm ki. Van víz ebben a... cuccban. Van. Oké? Okay? Elkezdtek szépen ugrálni, és egyszerűen nem eshetnek le az itemeik. Tényleg ennyi a lényeg. Ezt szeretnénk igazából elérni, hogy ez ne tudjon megtörténni, mert mint az, hogy... Ez kezd nagyon kellemetlenné válni ez a hely, ahol mászkálok. Jó. Még egy kő. Igen, egy ideje a kő a bontani való alkatrész. Nem. Hanem ide. Oké. Okay. Ide rakunk egy pisztont. Ennek a pisztonnak a segítségével megtoljuk ezt a kettő üvegblokkot. Azt ott, meg ezt itt. És elméletileg mindezt túlélik a falusiak. Igen. Ez megtörtént. És akkor ezek a falusiak most gyakorlatilag itt kilógatják ügyesen a fejüket, ugye? Itt adhatunk nekik kaját. Amennyit csak szeretnénk. Nyilván akkor, amikor szeretnénk, hogy újabb falusiakat készítsenek. És a kicsi falusiak pedig... pedig ebbe a vízáramlatba kerülnek be. Oda. Ott leesnek abba a lyukba. Tudjátok, amit kihagytunk. És ott megnőnek, felemelkednek, és elindulnak felfelé a vízáramba, és bejutnak jelen esetünkben ide, ahol kialakítok egyelőre egy üveggyűjtő helyet, de hogy a későbbiekben elrendezzük majd őket rendesen. Azt valahogy be kéne majd fűzni, mindegy, azt majd kitalálom, hogy azzal mi legyen. Így né. Ide készítünk egy ilyen kis üveggyűjtő zónát gyakorlatilag, és... így. Igen. Ha minden igaz, akkor ennek így már működnie kéne. Csak el kell távolítani róla azt a tetemes mennyiségű plusz anyagot, amit itt hagytam. Jelenleg. Ezt akkor próbálom a lehető leggyorsabban, de simán lehet, hogy nem fog sikerülni. Hello! Barátom! Nem feltétlenül tudnám megmondani, hogy veled most mit tudunk itt csinálni. Az a helyzet, hogy neked igazából nem itt kéne lenned, hanem ott. Hát ez most nem fog segíteni rajtad. Mindjárt megoldjuk valahogy, Cimbi. Oké, így oldjuk meg. Ez pont kijön a méret jól. Itt te bemész, bezárlak, és leessel. Jó. Ezt a vizet összeszedjük, ezt leszedjük. Ezt az egész cuccat itt igazából le lehet ütni. Szép volt, jó volt, most már nem mondanám, hogy szükséges. Jó. Ezeket itt, hát ezt nem tudom, ezt igazából bent hagyom. Jó, a föld is lejöhet, és igazából ezzel készen is vagyunk. Ez nem kell, ez kell, mert ez egy folyosón terelő alkatrész, ez kell. Jó, nem használtam plusz üveget, tehát hogy ezt az üveget, ezt fel lehetne tölteni egy teljes... Sőt, igazából miért ne? Vagy hát nem tudom, ennyire feltöltöm. Jó. És itt pedig kihúzom magára. Itt most nincs igazából konkrét terv a fejemben, hogy majdnem lástam az előbb. Nincs konkrét terv a fejemben, hogy ennek hogy kéne kinéznie. Ez a nagy helyzet. Azt tudom, hogy... le kell takarni azokat a felületeket, ahova spanolhatnának zombik. Szerintem az üvegre nem spanolhatnak, de ha spanolnak is, nem tudnak bejutni. Ja, nem tudnak bejutni. Ja. Oké, itt van az a tégely, amiben gyűjtjük a felusiainkat, és itt van az a tégely, amiben gyakorlatilag készítjük őket. Jó.
Ez a gomb nem kell, ezt a gombot áthelyezzük máshova. Valószínűleg arra az oldalára fogjuk áthelyezni egyébként a későbbiekben. És én is le kéne szedni a maradék földet. Illetve követ, és ezzel le fogok esni. De nagyjából értitek igazából az egész dizájnt. Szerintem fejezzük be, mármint hogy most már olyan kevés van, hogy leszedjem. Szerzek egy ásót, és üssük le a maradék földet. Mert igazából annyi kell, és akkor utána be is üzemelhetjük a dolgot. Mindegy, ez most eszközé válik egy picit. Üveg, vissza. Nem volt flawless a folyamat. Nem volt flawless, de sikerült megoldanunk mindent. Azt hiszem mindent. Most nem vagyok 100%-ig biztos egyébként, mert hogy annyi mindent alakítgattam közben, hogy most nem vagyok végeredményében biztos abban, hogy jó. De ha most nem folyik sehonnan víz, akkor igazából rendben leszünk. Igazából ide akartam még üveget rakni, szóval tök jó, hogy leraktam mindet. Ha pihentetni akarod a lábad, akkor lejjebb mehetsz egy blokknyival. De mindegy. Puszál csak nyugodtan, nagyon jól csinálod. Így jönni. Jó, ez. Mi volt ez a víz? Ja, az itemek felfelé. Igazából nem néz ki rosszul. Tehát, hogy nem néz ki semmivel se rossz. Ahogy ez szimmetrikus volt eddig, és most már nem az. Mindegy, ezt nem kellett volna lebontani onnan a követ. Mert a későbbiekben felépítem azt a lábat, és akkor valószínűleg ezt az oldalt is be fogom húzni, hogy olyan széles legyen, mint ott az árok. Na mindegy, visszaépítjük majd egyetlen nem komoly mennyiségű nyersanyag. Illetve gondolkozom azon, hogy a falusiak számának növelése érdekében növelnem kéne az ajtók számát. Nagyon-nagyon erősen gondolkozom rajta, hogy növelnem kéne az ajtók számát. Növelni kéne az ajtók számát. Csak... Jó. Ide tűnt el az összes föld. Jó, király, megvan. Jó, és... Amit még nem találtam ki, de most már el is lehetetlenítettem, az, hogy hogyan szórjak be nekik kaját. Szerintem a tetejénbe lehet mászni. Megpróbálok a tetejénbe mászni. Viszek nekik répát. A répát szeretik. Répa, az a 38 meg megmarad azért, hogy ültetni tudjak. Ja, én például tökre örülnék, ha répán élnék, miközben folyamatosan lábtempóznom kell a vízben. A falusi van megint a lávánál, hát az ott is marad valószínűleg. Van egy tippem, hogy az ott fog meghalni. Ezt innen kiszedjük. Mert nem kell. És innen lesétálunk. Ide. Hello! Szerintem ide még kéne egy kis üveg. Ezt itt lehet, hogy be kéne zárni. Vagy ha nem is, de szerintem ezt itt be kéne zárni még. Ó, nézzétek, már is készülnek a kisgyerekek. Láthatjuk a gyakorlatban, hogy megfulladnak-e vagy nem. Emeltek már. Kiesett a répa. Igen, ide mindenképpen kell egy tetőt még berakni, de ezt majd berakom. Viszont szerintem ezzel elérkeztünk ennek az epizódnak a végéhez. Lassacskán, nem? Futok még egy kört a nyavajász cuccokkal. Ajaj. Bajt érzek a levegőben. Mert hogy a kicsi nem pattant ki oldalra. Az szomorú, mert hogy annak onnan ki kéne elmetek jönnie. Ez a dizájnban egyébként nem egy teljesen flawless rész amúgy. Üveg. Visszakezdtek üveget. Nem, felnőtt egy. És az már a másik. Oké, király. Van már egy teljesen üres inventoriú. Nem, ő meg lehet, hogy nem üres. A Istenem, ez még lehet, hogy nem üres, mert hogy ez még abban a partiban született, amikor... Ez nagyon furán hangzik, de hogy ő még abban a partiban született, amikor... Oké, hát ez... Hát most nem fog tudni jobban felmenni. Jó, most már kezdem elrondítani a szerkezetet, csak azért, hogy legyen után föl visszafele. Jó, így. Jó, elméletek ez így... Ennek így jónak kéne lennie. Adok nekik még kaját. Tessék.
Jó étvágyat. És akkor rendszeresen bedobálunk majd nekik kaját, és aztán kitalálunk valamit. Szerintem ebből az irányból, a házamon keresztül innen fogok építeni egy lépcsőt, hogy ide feljussunk. Aha, ez király lesz. Jó, egy falusi kész. A lot to go. Paf. És hol a kisrác? Nem, ez ugyanaz. Ez ugyanaz a falusi. Aggódom. Aggódom, hogy valami nem működik jól. Azt akarom megnézni, hogy hol vannak a kisfalusik, mert hogy elmetek születtek már kisfalusik. Vagy nem? Lehet, hogy csak az egyik. Nem látok egy darab kisfalusit sem. Lehet, hogy nem születtek kisfalusik. Pedig szerintem születtek kisfalusik. Örülnék, ha legalább egy lábat, egy kis lábat meglátnék, hogy mi van a falusi kisfalusiakkal. Ah, ott megy, helyére kerül, boldogan tempózik élete végéig. Jó, van túlélési esélye a kisfalusiaknak. Nem azt mondom, hogy 100%, de van túlélési esélye a kisfalusiaknak. Egyébként simán lehet, hogy eleinte visszakötöm. Hogy több szülő legyen, és hogy eleinte nem... Tehát, hogy az első elkészülő falusiakat még visszairányítom majd a kis csipet csapathoz, azért, hogy többen legyenek. Többen legyenek, és akkor nagyobb az esélye az annak, hogy kilakik a kis falusiakat, és ha többen vannak, akkor gyorsabban fognak születni a kis falusiak, abban az esetben, ha megfennel vannak látva kajával, nyilvánvalóan. Tehát, hogy az itt egy alapkövetelmény. Megint kiesett egy item. Nem baj, majd visszadobáljuk nekik. Kicsit kieshetnek sajnos az itemek. Nem teljesen tökéletes, de nagyrészt tökéletes. Kinda tökéletes. Ilyen 85% környékére teszem egyébként. Így hasraütésszerűen. Na mindegy, üzletezzel elérkeztünk ennek az epizódnak a végéhez, nem sokára ismét találkozunk, illetve ne felejtsétek el, hogy este 6-tól, a mai nap folyamán este 6-tól, ami igazából kínosan közel van, a mai nap folyamán este 6-tól ismét streamelünk, valószínűleg velem tart Axmart, a leírásban pedig megtaláljátok a linket, hogy hol szokott lenni kedden, és csütörtökön a szokásos esti streamünk. Ez egy stream volt, de igazából csak egy videófelvétel, mert abban az esetben, hogyha felstreamelem a videót, akkor jobban kezeli a YouTube azt, hogy nagyon hosszú, és sokkal gyorsabban feldolgozza, és nem panaszkodtatok radikálisan, nagyon durván a képminőségre, egy kicsit kisebb a bitráta egyébként, kicsit rosszabb a képminőség, de nem panaszkodtatok rá, úgyhogy lehet, hogy jó, lehet, hogy észre se vettétek. Egy automata eltető. Igazából csak egy órajára kell rákötni a cuccokat, és dobálja be nekik. Na mindegy. Én lehetően erre köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Találkozunk este. Vagy ha nem, mert videóként nézitek pár nap múlva, akkor pedig értitek. Akkor meg nézzétek körül a csatornán ilyenek. All right.